A papszenteléshez hasonlóan a jelöltek kiválasztásával kezdődött a diakónus szentelési liturgia. Hentz Márton a Győri Egyházmegye szolgálatára. A megyéspüspök kérdésére a papság és a hívek nevében a papnevelő intézet rektora jelentette ki alkalmasságukat. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy halmozza el égi ajándékaival jelenlevő szolgáit, kiket a szerpapi és az áldozó papi tisztségre választott. A diakónus szentelés legfontosabb pillanata volt, amikor a szentelendők a főpásztor elé járultak, aki fejükre helyezte a kezét és kiesdette számukra a szent lelket. Az ezt követő felszentelő imádság a szerpapság szentírási megjelenését idézte fel, kérve számukra azokat a kegyelmeket, amelyek szolgálatuk ellátásához szükségesek. Szent templomod nagyobbodására bőkezűen növeled, és gyarapítod fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fornak. A diakónusok feladata a püspök és az oltár szolgálata, amelyet már a szentelési szentmisén megkezdtek. Isten mindannyiunknak a boldogságot akarja megadni, és én ebből a hivatásból is azt érzem, hogy a hivatásom, ez a diakónusi, meg a papságra való készület, ez valahogy egy olyan út az életemben, ami erre a boldogságra vezet, amit az Isten meg akar adni nekem, meg egyáltalán az embernek. Szóval nagy öröm számomra, és nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy meghívott, és hogy elfogadott engem, és hát igyekszem minél inkább tiszta szívvel és egyszerű szívvel szolgálni őt az oltárnál. Hentz Márton már a szentelés másnapján, úrnapján plébánosa segítségére volt. Plébános atya körmeletnek a vezetését rám bízta. Nekem ez tette fel a koronát az előző napi szentelésre. Hát azon az úrnapi körmeneten vihettem az oltári szentséget, és adhattam vele áldást, amelyet hát gyerekkorom óta ott kísértem a templom körül, az ott lévő utcákban. Nagyon nagy bensőséges élményt jelentett a számomra, és valaminek a kezdetét, azt, hogy jó Isten tényleg rám tekintett, és hogy most már gyakorlatban is szolgálhatom a rám bízottakat, azokat, akiknek mindig is nagy hálával és köszönettel tartozom. Hentz Márton a győri Szent Imre, Palatinus Kristóf a kapuvári Szent Anna plébánián végzi diakónusi gyakorlatát. Sopronba kerülök a Szent György plébániára, és emellett még az orsói iskolában segítek a ottani iskola lelkésznek. Tehát valószínű, hogy lesz az iskolában is feladatom, hitoktatás, gondolom vannak ott is ilyen rekollekciók, mint az iskolában, ahonnan jöttem, ott is voltak havonta rekollekciók. Gondolom ebben kell majd segíteni, esketés, temetés, ugye ezek, amit egy diakónus csinálhat, hogyha az atya erre megkér, akkor szívesen csinálom. Az új szerpapok küldetést is kaptak. A főpásztor átnyújtotta nekik az evangéliumos könyvet. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. A szentelést megelőző napon az akkor még jelöltek szentségimádásban adtak hálát hivatásukért, és kérték Isten kegyelmét további életükre. Arra kérlek, hogy maradj mellettem, és légy pásztorom, mint ahogy eddig is pásztorom voltál. Vezess azon az úton, amelyet most megkezdek. Maradj mellettem, és kérlek, irányítsd az én lépteimet.
ezen az estén arra kérlek, hogy minden nap be tudjak lépni hozzád vezető kapun, és engedd, hogy másokat is magammal tudjak odavinni. Köszönöm, hogy engem küldesz, hogy menj és hirdesd, közel van az Isten országa. Uram Jézus, teremts bennem csendet, hogy ez a mai este, a holnapi nap, és onnantól fogva minden nap csak rólad szóljon. Küldj nekünk enyhe szellőt, amelyben jelenléted egész életünkön át kísér. Kísérje imádságunk a diakónusok, a papnövendékek és a lelkipásztorok életét, hogy jó pásztorai legyenek Isten népének.